Az őszi időszak a felkészülés jegyében telik az állattartóknál is. Legyen szó akár házi kedvencekről, vagy éppen baromfi állományról. Utóbbiak esetében jelenleg a madárinfluenza megelőzésére zárt tartást rendelt el a főállatorvos. Ugye mi egy vonulási útvonalon vagyunk. Szerencsére a Somogy megyének a státusza jó, de benne van a lehetőségek között, hogy behurcolásra kerül madárinfluenza. A visszatérve, illetve áttérve a cicákra és kutyákra, valóban túlestünk a nyáron, de viszont még most is elég meleg van, és a klímaváltozás miatt valószínűleg, hogy megint enyhetelünk lesz. Ez viszont azt jelenti, hogy a paraziták is nagyon lelkesek. Úgyhogy tulajdonképpen már megszűntek ezek a téli-nyári protokolljaink, tehát télen is ugyanúgy bizony védekezni kell a külső élősködők ellen. A kullancsok most megint nagyon aktivizálódtak, a bolhák el se felejtették a feladatukat, de akár a rüvatkákról is beszélhetünk, hiszen a vadállatoknak, itt a rókákra gondolok elsősorban, a városokba való bevándorlásával egyre több ilyen atkás esettel találkozunk, rüvatkákkal vagy esetleg Demodex fertőzésekkel. Ezek a komplex tabletták, ezek már alkalmasak arra, hogy az atka fertőzést is leküzdjék. Emellett fontos az őszi féregtelenítés is, bentlakó kedvenceknél akár havi rendszerességgel is, főleg olyan környezetben, ahol kisgyerek, idős ember vagy immunbeteg van a családban. A tél közeletével a szakember néhány fontos dologra is felhívta a figyelmet. Ha egy kutyus vagy egy cica, de hát itt főleg kutyákról van szó, elsősorban lakásban lakik, akkor az ő szőrzete ehhez fog igazodni. Tehát az alsó meleg pehely szőrzet nem fog kifejlődni. Ebből következik az, hogy igenis ruhát, kis pulóvert, kabátot kell adni a kutyussal akkor, amikor sétálni megy, mert meg fog fázni. Ugyanez vonatkozik fordítva is, tehát az olyan kutyák, akik kint laknak, és hozzászoktak a kinti hideg levegőhöz, ők a lakásba való bejövetelkor bizony melegük lesz, és ők is könnyebben meg tudnak fázni. Tehát alapvetően el kell dönteni, hogy kinti vagy benti állatról van szó. Mind a képen fontos az, hogy a benti állatok is rendszeresen sétáljanak, kint legyenek a levegőn, de föl kell öltöztetni őket. A szakember szerint a 10 fok alatti hőmérsékletnél, vagy az esős, ködös, szeles időben a bent tartott kutyákra már kell valamilyen védőruhát adni. Lábukat azonban csak akkor kell védeni, ha sérült, érzékeny a talpárnája, vagy jeges talajon közlekedik az állat.